Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Egy legenda lesz a vendégem, aki nemrégiben töltötte be a 91. esztendejét, augusztus 19-én. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Schwab Richárdot körünkben. Üdvözlöm. A beszélgetésünk apropója pedig egy kötet, Fizetek főúr volt egy feketém, ezt azért megmutatom. És azt hiszem, hogy felütésnek tökéletes, amit ön ír. Az életút könyv a családi emlékezet őre. Megőrzi szüleink, nagyszüleink ködbevesző történeteit, amelyek gazdagabbá tehetik számunkra tovább örökített tudásukat, bölcsességüket. Mélységesen emberi gondolatsor, és azt hiszem, hogy aki megismeri majd az ön életét, elolvassa ezt a könyvet. Mielőtt mi beszélgetnénk, azért gyorsan hadd mondjam el, hogy szeptember 26-án a Vörösmarty Társaság vendége lesz, Bobori Zoltán a Vörösmarty Társaság elnökének meghívására a könyvbemutatóra ott kerül sor. Mi ezt kicsit megelőlegezzük természetesen. Nos, akkor örülök, hogy itt van velünk. Ez a kötet 10 fejezetben írja le mindazt, ami önnel történt. Ez egy hiteles korrajz, hiszen a megélt 9 évtized Magyarországon egy olyan társadalmi, gazdasági változásokat hozott évtizedekről évtizedekre, amelyeket úgy megélni, ahogy ön megtette, azt hiszem, hogy példa nélküli. És példás teszem hozzá. Az első fejezet már is a boldog gyermekkor. Beszéljünk egy kicsit Kapuvárról, az Zöldfa vendéglőről, arról a csodálatos gyermekkorról, ami az ön sajátja lett. Kapuvár egy járási székhely, és a Rábaköznek egyik központja volt. Ott születtem, Zöldfa vendéglőbe. Édesapámnak vendéglője volt. Hogy is került tulajdonképpen haza, Kapuvárra? Fiatal korában Londonban, Párizsban dolgozott, kint volt 8 évig. Mikor hazajött 1913-ban, a Hungária szállónak a második ember lett. 5 nyelven beszélt, és jó állása volt. Nagyapám szerette volna mindenképpen hazahívni maga mellé, akinek jó menő vendéglője volt. És az ígértek, és azt meg is tette, hogy az övé lesz a vendéglő, az Zöldfa vendéglő, hogyha hazajön melléje. Így került Kapuvárra. 1918-ban, háború végén, háború katona volt. Esküdtek meg édesanyámmal, és éveken keresztül nem született utód. 7 éve a házasságok kezdet után születtem meg, 1926. augusztus 19-én. Tehát, ez nagy esemény volt tulajdonképpen, hogy a családban is nagy ünnep volt. Apám óvatos ember lévén úgy látta a szülésnél, hogy nem elég biztos a dolgába a kapuvári nőgyógyász, személygépkocsiját fölküldte Sopronba főorvosért. Úgyhogy az ő irányítása mellett születtem meg, hála Istennek, egészségesen. Miként nő fel egy nagy vállalkozó gyermeke? Ebben még boldog békeidők voltak, a hortikorszak kellős közepe. Szíkvízüzem, autóbuszjárat, 5 autóbusszal, sörnagykereskedés. Hát ugye, mint említettem, azért is említettem meg, édesapám nyugaton nőtt föl. Tehát az a angol és francia szellemet magával hozta Magyarországra. És biztosan kint tapasztalta, hogy vendéglő mellett bővítse a tevékenységi körét, és azért először autóbuszjártot indított, 5 autóbuszból járta volt, szikvízüzemet létesített, akkor nagy dolog volt a szikvízüzem, mert hiszen még Kapuváron is 2 ártézikút volt. A faluhelyén pedig csak furtkutak voltak.
Tehát jó minőségű vízzel tulajdonképpen nem volt a környék ellátva. És akkor üdítőüzemet és szikvüzemet hozott létre. Jellemzően a könyvben le is fényképezi a krakedlis üveget. A krakedlis üveg az tulajdonképpen a 20-as, 30-as évek üdítő üvege volt. Az úgy nézett ki, hogy egy üveggolyó gumi gyűrű segítségével, ugye még megtöltötték, a centrifugával hozzászorított szénsavat adtak hozzá, és hozzászorított a szénsav, a rendlevő nyomás, az üveggolyót a nyílásához. Meg kellett csak nyomni az üveggolyót, és lehetett fogyasztani a krakedlis üdítőt. Ez a narancstól a málnáig mindenféle üdítőt készítettek. Most meg azért kitérnék arra, hogy az autóbusz járatát. Természetesen ahhoz, hogy autóbusz járatot indítson, és venni autóbuszokat, nem volt olcsó dolog, komoly hitelt vett igénybe. És hát ez bizonyos hátrannyal járt később, mert jött a gazdasági válság, és 1928-29-ben, ráadásul a 29-ben az egész rendkívüli tél, és akkor nem úgy volt a közút, hogy volt egy hálózat, amelyik rendbe tartotta az utakat. Hát útmesterek voltak, többé-kevésbé rendbe volt téve a makadámút, de hogy aztán hó tisztításról meg lett volna szervezve, hogy az egész környéknek itt 50 kilométeres távolságra tisztítani lehessen az utakat, hát az nem volt lehetőség. Így heteken keresztül nem tudtak kimenni a buszok, a kamatokat kölcsön fizetni kellett, jött a defláció, tulajdonképpen ellenkezője az inflációnak, a pénznek az értéke nagyon megnő, a kölcsönök felértékelődnek, visszafizetésük sokkal nehezebben, a szolgáltatások, az áruk ára pedig lemegy. És így bizony nagyon nehéz helyzetbe került, vissza kellett fizetni a kölcsönöket, kamatostul, ami egy komoly megterhelés volt. És akkor arra kényszerült, hogy a buszokat eladja, sőt, a busz üzletét megszüntesse. Annak köszönhette egyáltalán, hogy talpon tudott maradni, anyai nagyapámnak komoly gazdasági háttere volt, anyagilag jól állt, és ő a váltókérkezességet vállalt. Tehát úgy vészelte tulajdonképpen át, bizonyos fogig lehetne 2008-as, 9-es évek kölcsönhez hasonlítani, hogy akinek kölcsöne volt, akkor is, most is az nehéz helyzetbe került. Hogyan lehet átvészelni? Így most választ kaptunk erre a kérdésre. Ugyanakkor, amikor a boldog gyermekkorról beszélünk, ezt egy gyermek kevéssé érti, érzi. Hát én megmondom őszintén, egyáltalán nem éreztem. Én az egészen nem tudtam. 3-4 éves voltam. Szüleim nem adtak be ebbe, igen. Én már csak tulajdonképpen azok az emlékeim vannak meg, amik nagyon kedvesek a kapuvári gyerekkorból. Hát ugye, kezdjük akkor a szultán kutyával, könyörgöm, mert hogy beleolvastam természetesen a könyvbe, és nagyon, ahogy egy... Bernáthegyi kutya volt. Egy felnőtt emlékszik egy kutyára, ami az első, és amit megszeretett, azt hiszem, hogy ez egy tökéletes gondolatsor. Hát az biztos, hogy ugye a gyerekeknek kedvenc állatuk a kutya. Hát én nekem egy Bernáthegyi kutyával, nagyobb volt a kutya, mint én, hát nagyon jó barátok lettünk. A kutya mindig körülöttem volt, együtt játszottunk, volt neki szerszáma, kiskocsia, szánkója, el lehet képzelni, milyen hancúrozással. De aztán eljött az a bizonyos idő, ami minden fiatal... De azért még hadd mondjak egy nagyon érdekes dologról, ami könyvben írom is, meglepett engem jóapám egy szamárral. Úgyhogy Sümegről kaptam egy szamarat,
egy békés, szerint állatot, amit aztán barátaimmal együtt rettentően élveztünk is. Szamarról voltunk, mert lovaglásáért, és szorakoztunk a szamárral. Úgyhogy a szultánkutya és a szamár, szóval az egy kedves emlék. Tökéletes hármas. No, ahogy az imént elkezdtem, azért ez boldog gyermekéveknek akkor van vége, amikor az emberfia bármilyen kicsi, kénytelen elindulni az iskolába. Ugye Esztergomra vitte a sorsa, vezette a sorsa 10 esztendősen a Szent Artal gimnáziumban. Azért még annyit mondanék, hogy elég szabad gyerekkorom volt, és az a sportolással, futballozással, fürdéssel teltek a nyarak. És nagyon gyakran előfordult, jó, kimelegedtem bele a kisrábába, ugye ott egymást megtanítottuk úszni, és a vége ugyan az lett, rendszeresen megfáztam. Vagy tőgyulladásom, vagy hátgyulladásom volt, így 36-ban is nyáron, augusztus végére hevertem ki a mellhátrágyulladást. És akkor komoly dilemmákkal kerültek a szüleim, hogy így betegség után Esztergomba, Ferences gimnáziumba elmerjenek engedni. Ez egy kevés ilyen iskola volt az országban, ahol csak bellakók voltak. Internátus volt hozzá, tehát együtt volt az internátusi gimnázium, és csak bentlakó diákok voltak. Ez az akkori időkhöz mérten komoly anyagi megterhelést jelentett egy családnak, igen. Hát ugye? Akkor már mondjuk ez 36-ban volt, akkor már azért a szüleim is túlvészelték a gazdasági válságot. Közben hát Dópámeknak különböző lett autóbusz, tárolható fuvarozási vállalkozása vendégről mellett. Meg már furatott ártézik utat, szóval anyagilag, hogy mondjam, stabilizálódott a hely. És az, miután voltak, volt tárra, két tárolója volt, fölváltva jártak Balaton mellé Borél. Természetesen következménye volt, hogy ott ismerős volt apám, és aki vendégről akart bort hozni a Balatonpartról, kérte a segítségét, ismeretségi révén is besegített nekik. Azért pénzt soha nem kért, hanem az a fuvarban benn volt, hogy ő segített. A vége oda kerül, így lett lassan a borfuvarozásból borkereskedés. Úgyhogy mikor már 36-os évek voltak, akkor már neki borkereskedése is volt, sörnagykereskedése volt. Sörnagykereskedésről még annyit hadd mondjak, egy kartelben volt akkor Magyarországon a söripar. A kartel azt jelentette, hogy meghatározott területeken csak egy sörgyár értékesített sört. Így Sopron megyébe, mert akkor külön volt még Győr megye és Sopron megye, csak a polgári, Soproni és polgári sör értékesített sört. Így két járásnak, a Soproniak és a Kapuvárinak kizárólagos nagykereskedője édesapám lett. Úgyhogy így italokba szinte egy-egy vendéglősnek a teljes italválasztékát biztos nem tudta. Bor nagykereskedő, sör nagykereskedő, üdítő, szikvízüzem. Tehát két járásba szinte minden vendéglőt, mint fiatalember megismertem. Tehát az a 100 pengős díj, az egy nagyon nagy összeg volt, nagy összeg volt, igen, az édesapjának jelentős megterhelés nem jelentett. Nem jelentett, igen. Hála Isten. Na most még annyit azért... Milyen volt az az iskola, arról beszélni? Beszélek róla, csak annyit még hadd mondjak az iskolával kapcsolatban, hogy a ferencesek úgy csinálták, úgy később tudtam én ezt meg, hogy nem mindenki fizetett 100 forintot. Mert ugye, talán még azt is, annyit is hozzáfűznék itt, hogy egyenruhát kaptunk benn, tehát minden bent szabóság volt, mindenki ott szabtak, szabó készítette a ruhát. Még a gallért is, ami malacszopónak is hívták, tehát nincs neki ujja, hanem csak egy ilyen pemerin szerint, szerű köpeny. Tehát
ott senki nem tudta azt, hogy az édesapja vagy szülei kinek ki. Akik szerényebb anyagi körmények volt között éltek, azon kevesebbet kellett fizetni. Aki meg jobb anyagi körmények között volt, az többet fizetett. Tehát itt már teljesen független nem volt, nem állami egyházi iskola volt, de a ferencesek arra figyeltek, hogy olyan gyerekek is tudjanak jönni, akik szerényebbek anyagi körmények között, a szülei szerényebb anyagi körmények között vannak. Úgyhogy mi közöttünk volt Esztergomba, mint később tudtam meg, mert ott nem tudtuk. Gróf gyerek, azt tudtuk, Gróf Batthyány Lacival együtt jártam 7-8 évig körülbelül. És az egyik jó barátom Ausztráliába ment később ki. Zsidó gyerek volt, úgyhogy zsidó származástól kezdve grófi csemetéig volt ott minden középosztálybeli gyerek, de senkiről mi nem tudtuk, hogy kinek mi a háttere, ruhák egyforma volt, csak fehér nem jut, azt meg ugye nem is nagyon figyelt az ember. Tehát egy óriási előnye volt az iskolának, hogy megkülönböztetés nélkül bánt a gyerekekkel. Semmi előnye nem volt, ha akinek magasabb származása volt, vagy valaki szegényebb gyerek volt. Ha már itt tartunk, akkor még egy osztálytársát, évfolyamtársát említsük meg, Bogár Pált. Bogár Pali nem, az egy a Palival, ez volt az első fehérvári kapcsolatom, Fehérvárral a kapcsolatom. Elég jó sportoló voltam, és a Nagy Sándor tornatanár úr, hát szeretett is az igazság, úgy irányította az én életemet, hogy azokat a sportokat előnybe helyezte, vagy legalább ott mindig ott kaptam lehetőséget arra, hogy kibontakozzak. Szóval még az iskolában és sportra kapcsolatban annyit, hogy mondjak, hogy 1936-ot írunk. Ott minden nap sportolás volt. Tehát nem csak a hivatalos tanrendszerinti tornaórák voltak, volt az iskolának egy 5 holdas sporttelepe, mellette csónakházzal, ahol teniszezni, futballozni, kosárlabdázni, csónakázni, atletizálni, mindent lehetett. Tehát vége volt a tanításnak, hát nagyon sokat lehetne róla beszélni, akkor az volt a napi program, reggel 6-kor keltünk, 7-kor mise, én egy bizonyos idő után mindig minisztráltam, annak az volt a nagy előnye, hogy akkor egy 10 perc előbb vége lett, mint a templomi nagymisének, misének, és a reggel, mire a többiek jöttek, én már repetánistul voltam. És szóval 7 órakor volt a szentmise, 7:30-tól készülés a tanításra, 8-1 óráig fél egyig volt a tanítás, utána séta ki a szabadba, sportpályára. A iskola egy olyan megállapodást kötött a fürdővel, hogy május 15-től, az a termálfürdő volt, tehát most wellnessnek lehet nevezni, május 15-től, amikor az idő jobbra fordult, a víz 29 fokos volt, mehettünk fürödni egész szeptember, október 15-ig. Tehát május 15-től év végéig, és szeptember 1-től a tanítás kezdetétől, október 15-ig. Minden sportolásra megvolt a lehetőség. Tehát vége volt a tanításnak, egy-másfél óra biztos sport volt még az életünkből. Utána mentünk haza, volt a stúdium, a tanulás, majd a lefekvés. Egy rendkívül érdekes időpontról már beszélgettünk mi már itt előtte is. 1938 tanúja volt a nagy ünnepség az egész esztendőben, az Eukarisztikus Világkongresszusnak. Ugye? Hát kettőnek is voltam akkoriban. Az egyik ez volt, természetesen mi részt vehettünk, és egy óriási előnye volt még ez, hadd mondjam az iskolánról, hogy nem hagyhatom ki. Volt egy 50 diákot befogadására, szállítására alkalmas autóbusza. Úgyhogy
ősszel, tavasszal az osztályok az egész Magyarországot bejárták. Tehát mehettünk 2-3 napos kirándulásokon, szinte minden várost megismertem. Nem csak a mostanit, hogy akkor ide csatolták, ez egy másik nagyon szép élményünk volt. A Felvidék, Kárpátalja, Erdély részben visszacsatolása, azoknak a területeknek is megismerése, hát így lehetőség vált részünkről. A téli hónapokban pedig minden szombaton az autóbusszal Budapestre Nemzeti Színház ifjúsági előadásra vitt egy-egy osztályt. Ugye akkor megismerhettem az akkori vezető színészek előadásába a legjobb magyar és külföldi drámákat. Ez egy óriási dolog volt, kevés iskolának volt ilyen lehetősége. És még egy másik, ezzel függött még össze, hogy 30-as években, 40-es években is, egész 44-ig gimnáziumok között országos kosárlabda versenyt rendeztek. És az elődöntőben ennek kapcsán 43-ban az elődöntőben a Fehérvári Tisztel gimnáziummal kerültünk szembe. Ők voltak az elődöntőben az ellenfeleink. Hát innen ismerem a Bogár Palit. Mert Pali a Tisztel csapatban volt. Hát büszkén mondom, hogy akkor együtt játszhattam vele. A véleményem arról az egész meccsről, meg mérkőzésről, hogy megítélésem szerint, hogy visszagondolok, a fehérváriak jobb kosarakból álltak, mint mi. A véletlen, meg a csapatjátéknak, és majd elmondom Palinak a véleményét, úgy később megismertük, egy barátok lettünk, és felidőztük, kikaptak, mi nyertünk. Úgyhogy bekerültünk a döntőbe, ami a budapesti sportcsarnokban volt, és kassaiakkal játszottunk. Hát előttől kikaptunk, és mások lettünk.